Nézőink, folytassuk a Jobbik ügyeivel. Az ellenzéki párt tisztújító kongresszus tartott a héten. 2014-ben a Jobbiknak kell irányítani a Magyarországot, jelentette ki Vona Gábor a párt tisztújító kongresszusán múlt szombaton. A pártelnök hozzátette, a tendenciák forró őszt és forró éveket ígérnek, a Jobbiknak ebben a helyzetben az utcán a helye is ott is lesz. Vona Gábor az elmúlt két év legnagyobb sikerének a Jobbikot ért támadások kivédését és a párt népszerűségének növelését nevezte. A Jobbik tisztújító kongresszusa újra választotta az egyedüli jelöltként induló Vona Gábort a párt elnöki posztra. A hat alelnöki poszt egyikén azonban változás történt, Szegedi Csanád helyére Volner János került. Újságírói kérdésre válaszolva Vona Gábor elismerte, hogy az elmúlt hónapok párton belüli Borsod megyei történéseinek lehetett köze ahhoz, hogy Szegedi Csanádot nem választották újra alelnöknek. A stúdióban Volner János, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egyetlen egy politikus sincs a világon, aki, hogyha a pártja belső ügyéről kérdezik, azt mondaná, hogy nagyobb baj, jól összevesztünk egymással, semmiben nem értünk egyet. Úgyhogy ne is így tegyük fel az első kérdést, hanem vegyük tulajdonképpen kiindulási alapnak, hogy Szegedi Csanád körül voltak problémák az elmúlt hetekben, hónapokban a Jobbikban. Mennyire tudták orvosolni ezt a kérdést, és ugye a magától értetődő első kérdés az, hogy mi lesz Borsodban, ahol a jelek szerint a Jobbik részben felszámolta önmagát. Nem számolta fel a Jobbik önmagát, erről szó sincs. Borsod továbbra is egy nagyon erős megyéje a Jobbiknak. Alapvetően azt kell látni, hogy volt egy olyan képviselőnk, aki ki tudja milyen szándékoktól vezérelve hosszú ideje már azon dolgozott, hogy bomlassza a pártot és ártson belül. Ezt a képviselőt, Endrési Zsoltot kizárta a Jobbik a soraiból, azonban elindult nem kis részben balliberális média segédlettel egy olyan lejárató kampány Szegedi Csanád ellen, ami kétségtelen ahhoz vezetett, hogy Csanád népszerűsége meggyengült a párton belül, ezzel együtt azonban nagyon sokan átláttak a szitán, és látják, hogy milyen érdemei vannak. Viszont az az üzenet a párt berkeiből, hogy végül is Szegedi Csanád nem kapott bizalmat alelnökként, az egyértelműsíti azt a külső vélekedést, hogy valahol ennek az egésznek a pártban úgy vonták meg a konzekvenciát, hogy Szegedi Csanád mégis a hibázott. Hát hajszálakon múlt. Tehát, hogyha megnézi a két jelölt közti szavazat különbséget, 4-5-6 szavazat, miközben több százat szavaznak. Ön volt a másik, tehát, ugye? Vagy, tehát, tessék? Vagy ön volt a másik jelölt? Én is. Igen, tehát az utolsó két bejutott jelölt. Többen voltunk, tehát rendkívül szoros volt a mezőny, rendkívül erős volt a mezőny. Ilyenkor az a minimális lemorzsolódás is sokat számít, amit egy ilyen lejárató kampány tud tenni. Ez természetesen, mi is emberek vagyunk, ránk is hatnak ezek a dolgok. Rendkívül mocskos dolognak tartom egyébként, ami történt. Például az a kiszivárgott hangfelvétel egy másfél órás Endrésik Zsolttal folytatott négy szem közti beszélgetésből lett úgy megvágva, hogy a gondolatnak az eleje és a vége lemaradt, a közepét betették, és értelemszerűen egy ilyen durva csúsztatással pont az ellenkezőjét lehet kihallani ebből a beszélgetésből. Viszont Endrésik ügyre visszatérve, még a Jobbik kommunikációja is valamiképpen működött, mert az eset után néhány nappal egy Jobbik közeli honlapon váratlanul felbukkant a hír, hogy ilyen fegyvercsempészeti ügybe keveredett Endrésik Zsolt. Tehát joggal vetődik fel a kérdés, hogy ez így van, akkor önök megválogatják a frakciótársaikat? Mert hogyha Endrési Zsolt fegyverkereskedő, akkor az volt fél évvel ezelőtt is. Tehát különös, hogy éppen a botrány után ébrednek rá a Jobbik házatáján, hogy ilyen emberek ülnek egy frakcióban. Én azt gondolom, hogy ez egy tudatosan felépített akció volt, amit Endrési Zsolt Borsodban folytatott. Most az, hogy küldött embere, és hogyha igen, akkor kiküldte, az nem az én dolgom megítélni. Azonban látni kell azt, hogy amikor Vona Gábor arról beszél, hogy a Jobbik vezetése, a Jobbik elnöksége komoly titkosszolgálatokkal szembeni küzdelmet folytat, akkor ez sajnos a valóság. Tehát ő szerint Endrési Zsoltot a titkosszolgálatok küldték? Én nem állítottam ilyet. Azt látom, hogy nagyon vonalasan egy irányba haladnak a dolgok. Nyilván nekünk is vannak a rendvédelmi kabinetten belül dolgozó olyan emberek, akik ezen a téren gyakorlottak, szakvéleményt adtak ezekről az ügyekről, és most anélkül, hogy itt minden részletet kiszivárogtatnék, hát igen, csak elgondolkodtató dolgok kerültek felszínre. Az viszont így van, akkor az önök elővigyázatlansága, tételezzük fel, hogy így van, hogy mindenfajta komolyabb válogatás nélkül a frakcióba beemelnek olyan embereket, akiknek a múltját nem ismerik, azon kívül a Jobbik frakciójából kiszólnak olyan szakpolitikusok, akiknek mondjuk ott lenne a helye. Én nem tudom, hogy kiszorult-e olyan szakpolitikus a Jobbik frakciójából. Például, mondtam, biztos szorult ki, Endrési Zsolt helyére lehetett volna egy szakpolitikust is tenni.
Endrésik Zsolt az egyike volt annak a jelenleg több mint 13 ezer embernek, akik a Jobbik tagságát alkotják. Mi nem vagyunk hatóság, tehát olyan jellegű nemzetbiztonsági ellenőrzésre feljogosító igazolványaink és eljárásmódjaink nincsenek, mint ami mondjuk az államnak rendelkezésére áll, például amikor fölvesznek valakit rendőrnek, vagy ügyésznek, vagy stb. És elvégzik vele szemben a nemzetbiztonsági ellenőrzést. Nyilván igyekszünk ügyelni arra, hogy ezeken a kérdéseken lehetőség szerint nem újjon sok minden, és megválogassuk megfelelően az emberanyagot, azonban az is kétségtelen tény, hogy hát azért a titkosszolgálatok nagyon-nagyon fejlett módszerekkel dolgoznak, és ez fölfoghat egy ilyen aszimmetrikus hadviselésnek is, itt elég egy poloskát betenni, vagy egy embert betenni, és akkor már nagyon komoly károkat képez ez az ember okozni. Alelnök úr is bizonyára emlékszik arra, hogy amikor a magyar gárda körül magasra csaptak az indulatok, akkor nagyon sokan azt jövendölték, hogy a magyar gárdát a Jobbik ilyen koncnak fogja tekinteni, szép lassan megválik tőle. Voltak ilyen vélekedések nagyjából egy-két évvel ezelőtt. És most, ahogy a beszélgetésre készültem, megnéztem a kurucinfót, a barikád.hu-t, Hunhírt, olyan oldalakat, amelyek egyébként önökhöz közel állnak, és ott, ahol kommentálni lehetett a különböző híreket, azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan hiányolják a Jobbik karakteres kiállását a magyar gárda mellett. Valamelyik magyar gárda mellett, meg ugye több ilyen szervezet is van. Önök mindig elmondják, hogy a magyar gárdával tovább is okon szenveznek, de mégis nagyon kevés szó esik erről, és a gárdisták a jelek szerint zúgolódnak, ahogyan én a hozzászólásokat láttam. Én pont az ellenkezőjét tapasztalom, inkább arról van szó, hogy a média igyekszik most elhallgatni ezt a tényt. Hát az nem kérdés, hogy Orbán Viktor azzal lépett hatalomra, hogy itt nem lesz gárdamasírozás az utcán, ő el fogja ezt a szervezetet tüntetni az útból. Szemmel láthatólag a média is rásegít arra, hogy a gárdáról minél kevesebb szó essen. Több szervezetre bomlott egyébként a gárda. A gárdisták azonban töretlenül itt vannak a nemzeti oldalon, folyamatosan velünk vannak, én is gyakorlatilag napi szinten találkozom velük különböző helyeken. Ők végzik azt a tevékenységet, amit eddig is végeztek, a hazaszolgálatát. De melyik gárdát preferálják, illetve hivatalosan a magyar gárda mozgalom mely tagjaival tartanak kapcsolat, és kik, akiket hiteltelenek tartanak? Mi azt szeretnénk, hogyha azok az ellentétek, amiket kívülről szítottak nem egy esetben, azok elcsitulnának, és a gárda mozgalom az ismét egységes lenne, és ismét közösen tennének ezek az emberek Magyarország üdvére és javára. Mi tehát azon vagyunk, abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek az ellentétek végül is egy megállapodásban és egy egységes fellépésben öltsenek a végén testet, és elsimuljanak ezek az ellentétek. Hát ennyit a Jobbik belső ügyéről, de van még egy beszélgetés, amikor nagyjából 3 percünk maradt a magyar gazdaság, illetve a külgazdaság ügyeiről szeretném megkérdezni a véleményét. Csütörtökön Orbán Viktor Brüsszelben határozottan jelezte, hogy a visegrádi együttműködést uniós szintre kell emelni, tehát voltak éppen arról van szó, hogy a növekedés, a gazdasági növekedés uniós ösztönzésének lehetőségére egy közös visegrádi csomagot kellene alkotni. Kicsit olyan ez a visegrádi csomag 20 éve, vagy nem tudom, hogy mióta is van a visegrádi együttműködés, hogy mindig így beszélünk erről, de mindig valahogy a lózungok vagy a szavak szintjén reked meg. Önnek mi a véleménye? Lehetséges, természetes együttműködés a visegrádi országok között? Sőt, gyakorlatilag kötelezőnek is tekinthető. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy a Jobbik választási programjából számos elemet igyekszik átvenni a kormányzat a külgazdasági kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatban. Ilyen például a keleti nyitás politikája, amit mi már több éve hangoztatunk, most a kormány is lassan rájött arra. Tehát Orbán Viktor elment Kazahsztánba. Így van. Megjegyzem egyébként, hogy Szegedi Csanádnak történetesen nagyon komoly szerepe volt a kazahsztáni kapcsolatok felépítésében. Az, hogy őt meg sem említik ebben a hírben, az ez érthető, mert Szegedi Csanád ellenzéki politikus, itt pedig érthető, a kormányfő tárgyalt. Érthető, de ő Magyarország érdekeit képviselte, és nagyon sokat tett a kazak kapcsolatokért. Jó, de ő megemlítette, hogy így rendben van. Így van. Amit nagyon fontos látni, a visegrádi országokkal kapcsolatban a Jobbik is azért szorgalmazta az együttműködést, mert Magyarország egy viszonylag kis piacot jelent. Ez egy 10 milliós, meglehetősen szegény helyzetű ország. Hogyha azok az üzemméretek összeadódnak, amit a visegrádi országok jelentenek, tehát Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával, de akár a visegrádi országokon kívüli országokkal is közösen össze tudunk fogni, közös fejlesztésekbe fogunk, és közösen kezdünk el különböző termékeket gyártani, mint egy ilyen mini KGST is mondhatnám, bár az egy elég rossz emlékű szervezet volt, akkor olyan munkamegosztáson alapuló együttműködés jöhet létre, ami az Európai Unió keretein belül is egy versenyképessé képes tenni ezt a közép-kelet-európai szektort. Ezeket az együttműködéseket.
működő országokat. Most ugye az a bajunk, és bocsásson meg, még ezt befejezem, hogy Magyarország még a rendszerváltás előtt fővállalkozói szerepben volt, itt önálló termékfejlesztések folytak, magyar mérnökök kitaláltak valamit, magyar szakmunkások jó minőségben legyártották, aztán ezeket a kész termékeket elvittük a világ különböző részeire, buszokat, vonatokat, hajókat, darukat, nem is említem orvosi műszereket, nagyon sok mindent önállóan gyártottunk. Most egy beszállítói szerepkörre kényszerít minket az Európai Unió, most annak örülünk, ha egy nyomorult lökhárítót beszállíthatunk mondjuk egy személygépkocsihoz, vagy valamilyen csavart, vagy valamilyen műszerdarabot. Ez egy olyan kérdés, ami nyilvánvalóan változtatni kell, az együttműködés a kulcsa ennek a változásnak, és az, hogy egyensúlyozzuk ki ezeket az egyoldalú Európai Uniós külkapcsolati függéseket. Köszönöm szépen a beszélgetést Volner Jánosnak. Én is köszönöm.